fotókat és a videókat jó minőségben várják. Minél poénosabb, viccesebb a beküldött anyag, annál több pontot kap az adott jelentkező, mondják a szervezők. Mivel ez nem egy átlagos főzőverseny, ezért elsősorban a versenyző kreativitására van bízva, hogy hogyan oldják meg a feladatot. A lényeg, hogy a produkció mosolyt csaljon az arcokra. Minél incsiklandóbb a kreáció, annál nagyobb esélye lehet valaki az első online főzőverseny koronázatlan királya. Igazából ez az ötlet úgy született, hogy lapozgattam egy vasárnap a Facebookot, és csak rostélyosokat, bográcsosokat látok, mindenki azt sütött, ugye mindenki az otthonába kényszerül hétvégére. És innen jött az ötlet, hogy találjunk ki valami újat, hát csináljunk belőle főzőversenyt. A pontozást egy háromtagú zsűri végzi majd, de lesz közönségszavazás is. Nem éri meg bonyolultabb ételt csinálni, már csak az véget is, hogyha ha csak a verseny véget készítenék. De hogyha ha az a helyzet, hogy például otthon valaki főz a hétvégén, akár rostélyos, tehát grillezik, vagy egy halászlevet, akkor persze az is indulhat, de viszont én egy rántottával, vagy akár egy szépen vágott virslivel is szerintem elégedettek lehetünk, tehát hogyha jól gusztusosan van elkészítve. Ugye, hogy Gábor is mondta, ezt nem tudjuk megkóstolni, nem tudjuk mustrálgatni, tehát csak a kinézet alapján tudjuk eldönteni. Vannak, akik már gőzerővel készülnek a versenyre. Ízlés szerint, mivel egy ízlés és pofonok közt van különbség, kiadja, kikapja, és akkor ez szerint. Utána, amikor fel van tétve, akkor liba zsírba azzal, tehát átkenem az egészet, és utána megy a sütőbe. Az esemény egyetlen célja a szórakoztatás, hogy minél kellemesebbé tegyék az otthoni karanténban eltöltött időt, mondták a szervezők.